Ez itt, srácok, az Inshore Moon Table, amit 14-e óta ingyen adnak most az Epic Games-en. Ez egy olyan játék, amiben hegyet kell mászni, és túl kell élni. Tehát ez egy túlélős, hegymászós játék. Megmondom nektek őszintén, amikor így néztük előző héten, pontosabban most már 2 héttel ezelőtt, a játéknak a trailerét nagyon nem volt szimpatikus. Hát bízunk benne, hogy a játékmenet így, hogy játszom, jobb lesz. A nehézséget normálon hagyjuk, hogy legalább feljussunk valahova. Hogy legyen egy kis sikerélményünk. A másik játék amúgy az XCOM. Szerintem a jobbat hagytuk a végére. Gonosz leszek, de azt mondom, hogy ezen túl kell lennünk. DJ Pongo Pongo azt írja közben itt a chaten, hogy én is próbáltam, kegyetlen unalmas sajnos. Én ezt láttam a trailerben. Mármint amit így mondasz. Tehát mozogni bal klikkel tudunk, aztán jobb klikkel tudunk még meg tudjuk állítani a karaktert. Oké, tehát mozgatni kell, hasonlóan kell mozgatni, mint mondjuk majd az XCOM-ba is kell. Oké, tehát akkor ez egy jó... Ez micsoda? Választási lehetőségek. Sose láttunk még ilyen szigetet eddig korábban. Azt nézem, hogy jó sarokba raktam magam. Hát... A UI design eddig nem a legjobb, de hát ha a gameplay jó, tessék, már is kaptunk achievementet. Hol is? Itt. Tessék. First steps. Tehát... Itt tudjuk mozgatni így... tehát a görgővel tudjuk mozgatni a kamerát. És ennyire tudunk... Hát betyár, DJ Pongo Pongo próbálta és neki nem tetszett igazából. El kell érni a hegy csúcsát. Hát innen nem is tudom, valószínűleg oda nem tudunk átmenni, látjátok? Úgyhogy nem tudom, mennyit tudok lépni egyáltalán. Most ilyenkor valószínűleg nem telik az idő, mert hogy 7.45 van. Ó, látom? Látom most már. Tehát itt látjuk, hogy mennyi idő kell ahhoz, hogy én eljussak A-ból B-be. Itt bal oldalt látjátok. Azt is látjátok, hogy teljesen normális az idő, és 4128-nál vagyunk. És 6000 méter magasan már elkezdjük veszíteni az oxigént. Az oxigént, srácok. Sleep screen. Aha, itt a sátrunk például. Igen, most kezdjük szemanz. Itt a sátrunk, itt van, hogy mennyi időt vesz igénybe az alvás. Gondolom 3-szor tudunk aludni a sátorba. A 10 órás alvás a normálisra, úgy néz ki. De nap kipróbáltad? Na és hogy tetszett neked? Már volt valaki, aki azt írta, hogy, hogy ez unalmas ez a játék, mert ő már próbáltam. Nálad is 10 óra az alap? Én ilyen 6 órákat szoktam aludni, 6, kötél 8, ilyen van 10 is, de alapvetően ilyen 6-7 óra. És akkor kipihennek érzem magam. Most 5 órát aludtam? Hát így nem. Oké, tehát ez egy klasszikus olyan tutoriál, amit így most nézd meg, azt jegyezd meg. Köszönöm szépen. Climbing rope tent, forró tea.
Tehát testhőmérsékletet lehet, illetve energiát lehet helyreállítani. 3 óráig kevesebb energiába kerül a mászás. Oké, ez itt az inventory-nk. Ez pedig itt a sleep screenünk, és akkor ott van egy ilyen timelapse-ünk, hogy felgyorsítja az időt mozgás közben, de nem nincs hatással se az időre, se az energiára. Umasagus, szia Scambonat, Belfegor, ha-ho. Belfegor, nagyon-nagyon szépen köszönöm a támogatását, imáron 17. hónapja. Üdv újra itt köztünk. Srácok, peregjenek a szövegek Belfegornak. A loop részét kicsit furán oldották meg. Az micsoda? Egy hegycsúcsra mentem fel és vissza. A könnyű módban vannak benne érdekes dolgok. Ha én is most a könnyű módot nyomom. Igen, ezt már tudjuk, hogy a kamerát hogyan kell mozgatni. Ez tetszik nagyon, ez így jó nézni, ahogy így a kamera mozog. Ott a kis karakterünk. Mivel én szoktam hegyet is mászni, nekem annyira nem unalmas, de megértem, ha valakinek kevésbé ízgi. Szerintem itt alapvetően nem a hegymászás az, ami uncsi. Van egy event. Egy nem várt találkozás. Ez olyan bénán van megoldva. Nem tudjuk, hogy mi lesz ennek a kimenetele, ennek a kötőjel nagyobbnak. Gyenge a térdünk. Úgyhogy elfogadjuk az ajándékot a fiatal hölgyeménytől. Szerintem ennek a játéknak a trélere bénán sikeredett egyébként. Nem keltette fel az érdeklődést. Nem tudom, hogy hányan vagytok így ezzel. Hányan néztétek meg a trélerét a játéknak, de az érdeklődésemet abszolút nem keltette fel. Ez egy olyan tréler egyébként, amiről beszélünk, hogy a gameplayt mutatták, tehát hogy nem ilyen cinematic tréler. Ezt egy K-gombbal is meg lehetett volna csinálni. Oxigén tartály. Oké, és én oda nyomtam, tehát oda meg tudná azt mászni, de nem akarunk ilyet. Tehát meg kéne mászni a hegyet. Azt nézzétek, mehet amúgy. Ja. Ezek ilyen megállók. Na, tehát én oda szeretnék fölmenni. Amúgy nem használjuk most azt a cuccot. A cucc pedig azt jelenti, hogy épp mozgunk, akkor állj már meg, Léci. Nem használjuk ezt a mászókötelet. Ott is van valami esemény. De ott van egy ilyen kis izé. Nudli. Ha lesz annyi időd a gémre, hogy a számítra feljutsz és vissza, akkor nyílik meg a loop része a gémnek. Mennyi idő feljutni? Neked mennyi idő volt feljutni a helytetőre? Köszi szépen szemazza pergetés Belfegornak. Ja, nem tudtad elküldeni az üzenetbe. Szia, Belfegor. Aha, oda akarunk valójában felmenni. Úgyhogy nyomom a jobb kliket, hogy álljon meg. És akkor úgy. Tessék, felgyorsítottam az időt, így szinte szalad a kis csaj. Bár itt nincs meg szerintem a feelingje. Ez egy szentély. Ó, nem figyeltem, hogy mi a jutalom. Tehát ha én oda fölnyomok, ez nagyon sok energia, és nagyon sok nap. Tehát följöttünk a szentélybe, kvázi feleslegesen. Ha és ahogy látom, ott már oxigén, és az oxigén is el lesz használva. Vannak ilyen effektek. Másfél óra, de sok ilyen boxnál megálltam. Aha.
Gesge. Kapunk Sanity-t. Tehát, hogy ne őrüljön meg a karakterünk. Meg akar őrülni? Aha. Stresszes lesz. Durva, stresszes lehet a karakterünk, srácok. XP-t szedtünk, és olyan cuccot, hogy ne őrüljön meg. Hát akkor én oda nyomom. Ha például ott nem igazán tudunk felmenni. Ott meg felkiáltó jelek vannak, de miért? Ott van valami loot is, én oda akarok először felmenni. Nagyon durván fogy az energiánk. Lehet, hogy szükség lenne, hogy néha megálljunk és ne rögtön egyből a cél felé menjünk. De csak lehet. Airplane. Ó, épp úton vagy, Astronomist? Jó, meg lehet nézni a szárnyát, ami 3 óra 45 percbe kerül. Mélyebbre áshatunk, be is fejezhetjük. Tehát energiát emészhetünk fel, vagy testhőmérsékletet, illetve időt. Na hát akkor nézzük meg ezt a szárnyat. És eljött az este. Az a helyzet, hogy kaptunk ezért XP-t. És szintet is léptünk, tehát skillt kapunk. Ha jól tudom, ez ilyen roguelike játék, tehát minden egyes mászás más és más, illetve minden egyes szintépéssel más dolgokat tudunk kirakni, nem tudom pontosan. Bármikor, amikor elhasználunk egy konzumábilis itemet, akkor kapunk testhőmérsékletet, 4-et. 18% csökkenne az energia használat. Wow. Az a gond, hogy... Az a gond, hogy ez csak egy limitált effekt 24 órára. Ez meg addig aktív, ameddig véget nem ér a mission. Ez a kettő. Hát legyen, amúgy az oxigént nem láttam olyan vészesnek, vagy vészes, amúgy valószínűleg vészes, úgyhogy tegyünk az oxigénre, még hogyha ez most nem is lesz kifizetődő. Ocó, szia! Köszi szépen az 55 hónap támogatásodat, mint feliratkozott vadász. Itt újra itt köztünk. Srácok, peregjenek a szvegek. Ocónak is. Majd 6000 fölött kezdődik az oxigén hiányos állapot. Igen! Igen, azt néztem itt. Valahol itt látszódott. Itt, igen. Jó, tehát közben besötétedett. Nézzük. Még az éjszaka meleg, úgyhogy nincsen gond, ahogy látom. De testhőmérsékletünk csökken, hogyha most így fogunk mászni, de én így akarok mászni. Oké. Okay. Rubble. Dangerous eventeket triggerelhet a Rubble, meg a Snowdrift, meg a Glacier is. Na, milyen eventünk van. Menjünk tovább. Nem történt semmi. Mázli. De történhet? Azt mondja, hogy pihenünk kéne. Én hiszek amúgy neki. Mit szóltak? Alvás. Használhatunk sátrat, illetve használhatunk hálózsákot is. A hálózsákkal testhőmérsékletet bukunk, illetve kezdünk megőrülni. Aha, látom. Jó, hát nem is tudom. Igazából, ha sokat alszunk,
akkor több lesz az energiánk, tehát akkor aludjunk sokat. Belefér. Így mindenkinek, srácok, köszi szépen Istog és Szemanza a pergetést Pocónak. Mizu Pocó. Na, tessék! Most például havazási van. Tehát 15%-kal drágább minden. Na, és ott már lesz event. Hát viharba haladni vicces. Miért halk a játék? Egy kicsit feljebb húztam azért. Jó, mehetünk tovább. Már hogy a viharban ne lenne vicces? Á, érted? Köszönöm szépen, az besz. Animal Research. Hát bemegyünk a seggbe. Bármi történhet. Ajaj. Maradunk tovább és kutakodunk. Ez biztos fájni fog. Na tessék, HP-t vesztettünk, energiát vesztettünk, de szereztünk egy sátrat, úgyhogy meg szereztünk oxigén tartályt is, úgyhogy jelentem, megértem, még akkor is, hogyha fájt. Azt nem tudom, hogy drága esetleg az út oda, vagy onnan gyorsan fel tudunk menni? Hol a csúcs? Már a csúcsot se látom, skacok. Oda? Az. Ja. Tehát akkor, mit tudom én, oda? Jajajajaj, srácok, nem jó, elkezdett. Istenem. Paratrooper. Hát este lesz energiát, bukjunk energiát. Szintet léptünk, de kezdünk megőrülni. Take it slow. Amikor felkelünk, kapunk 4 energiát, testhőmérsékletet és oxigént, és ez egészen a misszió végéig aktív. Szia Gonzui, szevasztok srácok! Na ez meg elég király, hogy energiakoszt csökken és minden egyes felületen, úgyhogy... Na nehogy ezt szeretném. Lassan el kell menni pihenni a karakternek. Annyit hozunk magunkkal, amennyit csak lehet. Herbál, tessék, 2 herbál, 2 olyan herbál, ilyen hold növény, ami HP-t vesz el tőlünk, de sanity-t ad. És újabb XP. Újabb kincs. 2. Na nehogy belépünk a ketrecbe. Oda néz. Egy olyan backpack, ami tele van felszereléssel. Méghozzá lámpa. A fodrászok bulija a herbál. Én azt mondanám, hogy Connor megérezte a hétfőt. De ked van. De akkor is lehetne ezt mondani, de szerintem Connor szimplán ilyen vicces fazon. Istenem. Az beszélti nagy spanok lehetnétek, Connor. Szia, üdv mindenkinek, srácok. Na, teli van az inventorink közben. Nem-e lehet ezt valahova berakni? Tessék. Hol vannak ilyen karamodok?
Na nézd meg, kiszalt a gödör a lyukból. Oda néz. Még több oxigén. De ez most nekem nem kell. Time cost. Tehát gyorsabbak tudunk lenni. Na adjad. Azt mondja, hogy nappal van. Flashlight van. Nappal van, flashlight van. Hol van az, hogy nappal van? Amúgy nem látom. De biztos, hogy itt van valahol. Ide át kell nyomni. Ha itt vannak a statjaink. Igen. Bal lent. Igen, igen. Csak hogy még nincsen este. Jó. Hát akkor még jók vagyunk. Akkor még mehet. Az mennyire van messze? Egyáltalán nincs messze, és az ott loot. Jó. Nagyon kicentízzük a dolgokat. Ez egy medvecsapda. Hát egyértelmű. Srácok, hatástalanítjuk a csapdát. És kapunk forró teát. Tessék. Ez már kettő, nem lehet őket stackelni. Na. Tehát, akkor most elmegyünk aludni, méghozzá 10 órát. Mert ilyen jól megy ez nekünk, srácok. Tehát 10 óra alvás. Igen, ez ilyen hajnali 2 lesz. Igen, 4, hajnali 4 van. Nem látunk semmit. Nézzük amúgy közelebbről a karaktert. Szeretnétek közelebbről nézni? Vagy jó ez a távolság? Ott van valami kév. Hát, nem tudni mi lesz a kimenetel, az úgy test, hőmérsékletet, illetve időt. Hadd menje, legalább nappal lesz. Köszönöm szépen, akkor nem is biztos, hogy amúgy oda akarok menni. Ja, hát erre kell menni, egyértelmű. És ott van az a kév. Bárcsak aludhatnék én is ennyit. Te is ennyit alszol istog. Csak itt most gyorsan telik az idő. Mondtam én, hogy kév. Egy barlang. Lefeküdhetünk és aludhatunk. Követjük a szagot. Hogy ne követnénk a szagot? Tessék. Csontok meg ilyenek. És akkor most lefekszünk. Na, a barlangba lehet aludni úgy, mint hogyha sátorba lennék. Istog, most már nagyon irigy lesz ránk, ennyit alszunk. Hát amúgy alszunk, srácok. Hogy ne aludnék? Aludnék. Ja, Mekré, most vagyok még. Most vagyok még. Tehát meg kell néznünk előre az utat, ha sötét lenne, akkor ne legyen gond. Hát most pont átaludtuk a nappalt, igen. Látjátok, ott következik be majd az este. Ja? Jó, megijedtem. Megijedtem, hogy miért mond ilyeneket nekünk a játék. Hopp. Na, tehát... Hát nézzük meg, hogy ott mi van. Aztán majd valahogy arra kell menni. Ez mi volt? Nálam egy kicsit fekete lett a kép, de lehet, hogy csak nálam volt. Fairy light. Persze, adom a testhőmérsékletem. Fajntos világítás, azt nem maradtam. Sanity, XP, meg akármi. Az ott micsoda? Acoljon. Á, én nem szeretek sokat aludni. Bár... Véges. Véges az időnk itt a földön. De nem alvásra akarom tölteni a nagy részét. Oson a foson, ha-ho. Trade. Na, azt mondja, szeretne oxigénes palackot kannáért. No canna for you. Adjál valami más, mi az? Az micsoda? Én valami teljesen mást akarok. Na tessék, 25% energia a jégen. Ez ilyen... Majd mindjárt kisegítetek, hogy mi ez. A lábamra kell, tessék. Nem tudom, mi ez.
valami cuccos, amivel könnyebb mászni. Én erre akarok menni, nekem ez az út szimpatikus. Az ember így is életének kétharmadát átalussza. Nem sok? Ez a kétharmad? Mondjuk? Jó kérdés. Gyerekkorban sokat alszik az ember, meg idősebb korban is. Úgyhogy lehet, hogy kétharmad. Nem tudom. Soknak tűnik így elsőre. Aha, tehát látunk egy... Az helyzet itt egy hulla. És... Na, náhogy átkutatjuk. De semmit nem találtunk. Kellemetlen. Ez kellemetlen. Egy harmad? Jó. Akkor jó. Egy harmad alvás, egy harmad munka, és egy harmad szórakozás? Akkor. De nagyon furcsán mondjátok ezt a 8 órás dallamot. Minusz energia, plusz idő. Mármint, hogy... Hát én nem tudom. Amúgy. Én nem tudom, ez mennyire jó. Tehát kevesebb energia, de több idő. Ez meg egy 24, ez meg egy 48 órás bónusz. Na jó, de az, hogy kis boxerbe táncolsz a rúdon, az nem számít nálad melónak is, tag. Az csak hobbi, nem igaz? Ha szereted csinálni, akkor csak hobbi. Ja, nagy Feró furán mondta? Lehet akkor úgy lett volna jó, hogy egyharmad munka. Shooting Stars. Szanítás vagy energia? Hát a szanítást azt helyre tudjuk tölteni itemmel, valami itemmel. Melyikhez jutunk el gyorsabban? Így van. Én pontosan, Connor. Én is ezt hallottam. Remélem, hogy jó fele megyünk. Bár valószínűleg itt nincsen nagy jó felem. Mi ez a crampons, skacok? The Wishing Tree. Na hát, kívánjunk valamit. Én azt szeretném kívánni, hogy legyen energiám. Köszönöm szépen a HP-k. Itt érdekel a HP, skacok. Itt érdekel. Szia, Zakika. Én is istam. Nem az a cipőd? Ja, csak nem tudom, ez ilyen... Ez egy olyan cucc, amit ráteszel a... bakancsodra, és akkor a jégbe nem csúszkál. A Sanity? Bukunk Sanity-t? Ezzel meg időt? Meg hőmérsékletet? Mehet az idő, mehet a hőmérséklet. Na, tessék, már nappal van. Egy bezárt konténer. Letörjük a lakatot. Ez energiába került. Na és lett oxigénmaszkunk. Srácok, mindjárt fullos lesz a lootunk. Na, és akkor most megyünk föl, teljesen föl. Úgy, az annak tűnik, az nagyon jó. Hát, go. Csak egy a gond, srácok. Én először oda akarok menni. És ott mellette még loot is van. Az messze lehet? Én szeretek kirándulni, de azért több hetes havas pályán fagyoskodni a magasba, ezt lehet passzolnám. Vannak ilyenek, akiket ez izgat például. Na amúgy itt, ha minden jól megy, mivel kép van, tudunk pihenni, és hát nyilván megint este, tehát hogy megint nem aludjuk át a nappal, de azért hajnali 3-4-kor fogunk felkelni. Persze energiát is pazarlunk.
használunk flashlightot. Légy színe, menj tönkre. Oda néz. Tehát a flashlight megéri, mert találtunk egy palackot. Hogy a fenében annyit alszunk, amennyit csak lehet. Már csak a sanity-t kéne helyreállítani. Lábvesztés, életvesztés? Ilyenekkel jár itt a hegymászás? Hát nem mondom azt, hogy most elkezdett csábítani a dolog. Na, egy tábor. Senki nincs itt. Átkutatjuk, természetesen. Oda néz, még kesztyűnk is lett. Srácok, hát mondom, fullos lesz a gírünk. Benyomjunk egy kis levelet. Srácok, benyomunk egy kis levelet, jó? Egy kis holdnövényt. Hopp, 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 állj csak meg. Ott egy loot, skacom. Oxigénmaszk, minden is van rajtunk. Egy kis herbán sosem árt, pontosan pocom. Oda néz, még szanítást is szereztünk. Tehát a herbál és a szanítás együtt legjobb dolgok. És az jó lesz. Várjunk. Azt. Én most rossz helyre nyomtam? Nagyon úgy néz ki, srácok, hogy rossz helyre nyomtam. Ez mi ez? Skill. Ja, meg lehet nézni a skilljeinket. Na, tehát az ott sok hőmérséklet, sok energia. Aha, én ezt akarom. A fullos lootot szeretném. Sok XP? Köszönöm szépen, ez sok XP volt. Akkor ez lehet, hogy annyira nem érte meg. Energia, ha felébredtünk. Ez egy 24 órás bónusz. Na ez meg testhőmérsékletet ad. Adjad a testhőmérsékletet. Jó, és akkor ott is van, ott is tudunk aludni. Aha, snow cover. Hőmérséklet bukás. Hát itt most nem kockáztatunk, srácok, eléggé piros a háttere ennek a résznek, úgyhogy itt megtörtént az event, de én nem akartam bajt. Követjük a szagot. Mindig követjük a szagot. Egy kis szanítás, egy kis XP. Lefekszünk pihenni. A test hőmérsékletünk csökkenni fog, mivel ez egy fagyos barlang, gondolom én. Vagy nem tudom mi miatt. Most ezt nem vágom. Hát amúgy csak oda kell felmenni. Csak oda. Jó. Ehet amúgy. Jé, ebben a játékban procedurálisan generált a pálya? Én úgy tudom, hogy minden egyes pálya más és más. Igaz, skacok? Tavaly voltam a Gerlach falvi csúcson, valaha Magyarország legmagasabb pontja volt. Már most már nem az. 8 órán keresztül 35%-kal kevesebb energiát használunk. 24 órás mizé is. De jó. Na. Ez kell nekünk szerintem. Hogy HP-t és szanitást töltsünk. Ja, hogy most már nem Magyarország. Ja, értem. Értem. Jó, jó, jó. Azt hittem, hogy közben hogy mondjam, valamelyik másik csúcs magasabb lett, vagy valami ilyesmire gondoltam. Vagy történt valami más. Nem így gondoltam.
Hordtak rá egy kis földet. Volt már olyan is a történelem során, hogy elmértek egy-két hegyet. Ah, látod? Ajaj. Gigantikus... Ez egy óriás lehet itt? Ez egy... Itt van egy óriás a hegyekbe, srácok. Oda néz, cipellő. Azt én mit csináljak ezzel a cipellővel? Hát, eltesszük, de szerintem most nem kell nekünk. Bár nem is a jeget másszuk, tehát hogy ide például jó. Igaz, srácok? Ide például most ez jó. Na, mire rakjunk? A Dead Zone-ba aktív az eufória, ami energiakosztot csökkent. Oké, legyen a friss levegő. Kettő. Friss levegő kettő, ez valami játékneve is lehetne. Srácok, mindjárt megmászok. Látjátok, már majdnem, hogy ott vagyunk. Ez itt egy shrine. És én, hát amúgy nem is tudom. A szanításomat szeretném egy kicsit állítgatni. Na, ide viszont megyünk egyet, aztán megállunk. Nagyon jó. És most lecseréljük. Maximalizáljuk a dolgokat. Ja, lassan. Hát az amúgy már a Dead Zone. Nem is figyeltem. Amúgy gyerekként kitaláltuk földrajzon, hogy csak vinni kéne a földet a kékes, hogy magasabb legyen. Ennyi. Helikopterrel. Klaustrofóbia. Aha. Tehát oxigénért cserébe oxigénmaszk. Tessék. Amúgy minek? Na. GG. Szélfolti Hunter. Tehát, hogy lett még egy oxigénmaszkunk. Na, hát ezt majd szépen eladjuk valami haldokló hegymászó, mármint, hogy jó lesz tartaléknak. Minek a loot, hogyha mindjárt ott vagyunk? Nem lootolunk. Oda könnyű felmenni? Hát amúgy látszólag könnyű felmenni is, kacok. Oda néz, hogy megmásza. Ugye elfogy egyébként az energiánk. Igen, Dead Zone. Apa zónája. Hát, nézzétek, mert mindjárt ott vagyunk. Azt mióta nyomjuk? Fél órája. Én erre születtem. Könnyű módba ránokat toljak az Insure Mount tabléban. Ott egy káva, de a káva helyett megnézzük ezt a shrine-t gyorsan. Na tessék. Egy öreg hölgy ül... itt a vityilónál, és nem tölt HP-t, de felmelegít minket. Mehet. Követjük a szelet. Tessék, egy effekt. 16 órás injured torzo. Hoppácska! Szerintem ez nem volt jó döntés. Na még oxigént is bukunk. Mondjuk nem tudom mit vártam. Ja, meg lett az első sérülésünk. Melyik a gyorsabb? Jó, azért még ezt ki akarom lootolni. Mindjárt fönt vagyunk a csúcson, de loot! Ott is van valami loot. Persze, hogy meg akarjuk szerezni a backpacket. Még mindig meg akarom szerezni a backpacket. Mi lesz a backpackbe? Adjad! Tessék. Rengeteg energiát elhat... Megcsináltuk. Szörme kesztyű, srácok. Ez azért jó, mert most... hát, hogy is mondjam nektek? Ezt nem tudjuk sehova se rakni. Hát akkor megérte, vagy megérte? Onna az viszont energiát állít helyre, úgyhogy... Ez jó. Aha. Ezt oda tudjuk berakni? Ezt hova tudom? Ez egy ilyen júzolható cucc lenne. Oxigén.
Hát elhasználjuk az oxigént. Nem értem meg, de én elhasználom. Na, az mondjuk gond, úgyhogy gyors alvás a sátorban. Ez legalább 4 helyet fel fog szabadítani. Szájpontot nézzem meg. Jó. Azért mondja Szemansz, hát ha meghalok, és akkor nem lesz meg. Most könnyű utalni, de csak a tutorial. Ja. Tessék. Nézd meg. Eltöreti velem a lábamat. Hát most mondjátok meg. Szemansz milyen kedves. Hát, ha meghal a jántör. Ja, az ott van lent. Tessék, még egy hullát is találtunk. Nyilván átkutatjuk. Van nála sapka. És ezt hova rakom fel? Az oxigén maszk helyére? Ne haragudj, de az oxigén maszk az jobban kell nekünk. Először oda. Az első kör a legkönnyebb, többet nem is megyünk. 200 XP. Pihenünk egy kicsit. Persze, hogy ne pihennénk. Nem megyünk többet, azt mondjuk, hogy ilyen egyszerű játékot. Melódia. Srácok. Persze. Body temperature-t szeretnék. Ott meg loot is. Amúgy nem akarok lootat, fel akarok menni a tetejére. Cse? A leges legtetejére akarunk menni. Tessék. GG easy, srácok. GG easy. Onnan kezdtünk, látjátok? Ott a start. Én már az elején is ide felklikkáltam. Három óra után jött a frusztráció, és hozzá se nyúltam azóta. Ajaj. Itt vagyunk a tetején, srácok. Oda néz. XP, minden. És most mehetünk le. Ó. Ha egymászással egy gond van, enter, ha feljutottál, le is kell jutni. Jó, hát figyelj, én csak oda nyomok, azt lemegyünk, tessék. Az ott eléggé pirosan néz ki, srácok. Az nem tetszik. Tehát mindenféleképpen erre kell menni. Értem. Na jó, és hogyha arra megyünk, az akkor már nem piros. Jó, ez... Nem tudom, az helyzet nem tűnik jobbnak. Minek akarok oda menni, hogyha... Na mindegy, akkor... Az ott nem jó. Jó, kezdjük el. Hát amúgy igen, csak egy helikoptert kell rendelni, srácok. Most nézem, hát hova tűnt az energiám? Igen, most alszi. Mehet ilyen nagy alvás. Okay. És akkor lejjebb kell menni. Jó, most is jónak. Ja, hogy azért jelezte pirossal, mert hogy nem volt energiánk. Ó, értem. Megvan. Rájöttem. Limestone Cave. Tessék, egy kis XP. Az a gond, megint el fogunk fogyni. Ez még talán belefér, ahogy látom.
Rough Stone. Ajjaj, srácok. Kicsit megcsúszott a bokánk, úgyhogy ebben megint pihenés lesz. Jó. Amúgy, hát most így nem tudom, meddig tudunk lemenni. Eddig le tudunk menni. Azok a fránya bokák. És a fránya gerébek. Meg a nemecsekek. Persze. Tudok más tenni? Mint hogy alszunk. Meddig megy a hegymászás? Hát szerintem lemegyünk, ez csá. Ez jó válasz volt. Utána X-gomozunk. Anyone home? Hogy ne túrnánk át a sátrat? Persze. Na hát ez egy jó jel. Ez így van. Ez így van, Zakika. Bandage. Már megy is. Nem is kell eltennünk. Pereg a bandage. Befelé. Meddig megy a stream? Hát úgy nagyon max szerintem 8 óráig. Hőmérséklet és oxigén. Protective helmet. Úgy érzem, hogy nagyon sok felesleges lootot szedünk össze. Én úgy tudom, hogy az alapjáték van, de... Azt hiszem, hogy vannak, van ingyenes DLC és az XCOM-hoz, nem tudom pontosan. Scott azt mondja egyébként, hogy csak az alapjáték van. Felkeltjük az idegent, egyértelmű. És az idegen adott nekünk forró teát. A forró tea pedig testhőmérsékletet ad, úgyhogy kész. Aludjunk. Itt alszunk az idegen mellett, mi baj lehet? Ott van valami. Bár az meg messze van. Azt nézzük meg. Ez nem is használ sok energiát. Na, mondjátok el közben nyugodtan, hogy mitől lesz nehéz ez a játék. Mitől lehet frusztráló? Minden második szó az, hogy alvás. Ez egy ilyen játék, István. Ezzel kellene játszanod, és akkor nem lennél olyan fáradt. Aha, most meg mehetünk körbe. GG. Nagyon sok event történhet, itt mondjuk magasan is vagyunk. A lassú haladás. Miután leérsz, bekerülsz egy time loopba. Ajjaj, nehogy érve eltemessenek. Egy kis csúszamlás történt itt, srácok. Ivós játék, Jäger bekészítve, mindenki mondott alvás után csúszhat a feles. Az helyzet, akkor lemaradtok az XCOM-ról. Akkor azt mondom, hogy szundizás. Hogy nem lesz sátrad, és folyton nappalra jön ki az alvás, és éjjel haladás, plusz keresni a jelet? Aha. Mondjuk 28-ig akciósan adnak hozzá DLC csomagot, amiből benne van a Chosen is. Ó, köszi az infót, Scott. Na hát, most csak oda le kell menni. És közben erőteljesen figyelünk arra, hogy nem mondjuk ki azt a szót, hogy... Alvás. Van három nagy hegy, amit meg kell mászni, és melléküldetések három karakterrel lehetsz a végén. Ugrunk. Kész. Most úgy néz ki, hogy nem volt semmi gond az ugrással. Mázi. Hogy hova vezet ki a sztori, azt nem tudom pontosan, de a cél a time loop megtörése.
Na, tessék, kint vagyunk a Dead Zone-ban. Kéne energia, de nincsen. Tudunk csinálni energiát? Hát az pont nem. Energiát az pont nem tudunk csinálni. Tehát nem mozdulunk. HP-t bukunk. ASMR-os videó mikor lesz? Hát amikor majd lehajolok felvenni a filcet, ami itt van mögöttem. Kaptunk egy forró teát. Egy idegentől. Itt meg ilyen készfogások vannak. Hoppácska, ott megállunk. Tehát egy barlang. Követjük a szelet. És megtört egy picit a torzónk. Hát akkor alszunk. Töltődik az oxigén. Kicsit fagyoskodni fog a testem tőle, de hát azt kibírjuk. Arra van teánk. Úgyhogy no para. Itt lesz este, azt mutatja a játék egyébként. Hány szabnál lesz a filc felvevés? 69-nél. Death Zone left, azt mondja. Akkor az előbb elnéztem. Tehát egy herbálért cserébe kapunk egy sátrat. Lehet, hogy ezt nem gondoltam át. Amúgy... Nem vészes ezeket a szarokat így kidobni. Igen, igen, csak le kell hajolni. Mondjuk az oxigén masznak nincs annyi értelme, mint ezeknek itt. Nem tudom. Nekem ez ilyen helyes döntésnek tűnik. Aztán lehet, hogy nem az. Deep snow. Sok hőmérséklet, bokás. Tessék. Megúsztam. Mindig szerencsés a jántör, mindig szerencsés. Tehát egy sátor, édes Istenem, ez nagyon jó. Ez nagyon jó. Tehát mindig kapunk sát. Jó. Tessék. Amúgy mit mondott, mit szeretne? Jó, hát ezt most ott hagyjuk. Tessék. Szerintem ez egy jó döntés volt. Ja, meg persze a karaktert lehet fejleszgetni, én eddig jutottam a gamebe. De ha meghalsz, akkor oda a fejleszgetés, nem? Szemansz. Ja. A vége? Vagy a kezdete a dolgoknak? Újra lehet éleszteni kétszer. A loop bázis fejlesztések maradnak meg, meg az itemeket állokkolod és választhatod, mit viszel magaddal. Proficiency. Level up. Ott van, mennyi órát sétáltunk a Dead Zone-ba, illetve rossz időjárásba, hány órát másztunk meg este, igen, másztunk, sétáltunk, igen, hány veszélyes területen mentünk át, mennyi esemény történt, mennyi felhasználható dolgot ettünk, meg ittunk, meg ilyenek, mennyi felhasználható dolgot nyomtunk be, megcsináltuk a mission-t. Ez a vége. Sikeres. Unlock cable. Majd unlock the items. Ó. Oh. Több lett a kapacitásunk 10-zel most például.
Aha! Átmentünk egy kapun. Időhórok. Időhórokba kerültünk. Hallucinálhatunk? Világít egy zöld amulett. Á, értem. Értem, értem. Még tapasztaltabbnak kell lennünk, vinni kell ezt az amulettet, és meg kell fordítani az időhurkot. Oké. Okay. Inventory. Itt az inventorink. 30 tent. Aha. Tehát akkor erre gondoltatok, hogyha például itt elfogynak a sátrak. Itt elfogy minden. Akkor lesz gond. Én most ehhez... Most mi? Nem akarok még menni sehova. Nem akarok. Micsoda? De hát én nem akarok menni sehova még, srácok. Én csak rányomtam egy gombra az inventory-ra. Miért gondolja azt a játék, hogy én bárhova is menni akarok? Viszünk egy hiking staffot. Ja, és akkor ennyi. Ja, látom, mert hogy 30 meg 25 csókolom. Értem. 15 az oxigén palack. Értem. Tehát a kapacitink... Értem. Tehát akkor a sátor az egy nagyon durva dolog. Ja, akkor nem viszünk sátrat. Például. Nem viszünk sátrat helyette. Amúgy akkor ezt a hiking staffot se visszük. Nem, visszük a climbing axot. Aha. Hát nem tudom. Én szerintem ezek így safe. Szerintem ilyen szép megoldás. Csá. Jó. Nincsen gond. Sam az nem vert át minket, hogy itt az inventory nyomunk nincsen baj. Revive point 3. Időhurok betegség. Reset pont. Adventurer. Scientist és journalist fejlesztési lehetőség. Mission, karakter, proficiency. Aha, tehát ezek azok, hogy miket kapunk. Legközelebb upgrade pontot kapunk, capacity-t. Aha, tehát akkor a capacity-t kell húzni, hogy több mindent tudjunk majd magunkkal vinni legközelebb. És az Adventurer van most nálunk. Maximum energy-t lehet növelni majd. Szerintem erre nem tudok rányomni, vagy igen? Nem, mert hogy alulról kell kezdeni? Ja, alulról kell kezdeni. Igen. Rere Astronomist. Nálunk nem esik még mindig, ahogy látom. Bár nincs rajtam a szemüveg, szóval az is lehet, hogy esik. Aktív skill-ek, ezek aktív skill-ek, sprint, master climber, ja, alulról kezdem, ja, valamilyen azt hittem, hogy felülről kezdünk. Hát, body temperature, oxygen energy, energy-re mindenféleképpen tenni kell, és akkor még egyet a max energy-re. Az energy nagyon fontos. Aha, itt vannak a missziók. Megcsináltuk az első hegyet, és akkor még van 3. És ahogy látom, ahhoz, hogy felfedezzük ezt a részt, meg kell csinálni 3 side mission-t. Aztán ahhoz, hogy ide tudjunk menni, itt kell megcsinálni 3 side mission-t. Wow.
Ja. Na, olyat néztünk már egyébként, hogy reach the summit. Scale the summit, then reach the goal. Scale the, igen. És van itt olyan, hogy temporál anomálit kell keresni. Itt is. Find the scientist. Oké, okay. Ez amúgy érdekesnek tűnik. Nem tudunk karaktert választani, úgyhogy ez így szerintem teljesen jó. Normál weather. A time cost változhat mozgás közben. Mondom, ha találd meg az új karaktert, ez még számomra is ismeretlen. Megnéztem, hogy milyen küldetések vannak, és ez az egyik side missionünk. Rescue mission. Ja, ez egy rescue mission. Ah, és valószínűleg oda kell feljutni. Easy. Kezdjünk bele ebbe a hegymászásba. Hogy ne kutatnám át a sátort? Tessék, egy heavy boots. Kavicson 15%-kal kevesebb az energia használat. Csá! Aztán ott egy kév, de azt még nem akarjuk használni. Mondjuk nem is kell aludni a kévbe, elég, hogyha oda megyünk. Klaustrofóbia. Oxigénért cserébe. Oxigén maszk. Zsír. És közben egy szintlépés. Konzumábilis item használatnál body temperature. Inkább használjuk ezt az alvásnál plusz dolgokat. Jó, szerintem ez jó lesz így. Mondjuk ez veszélyes, hogy én itt erre megyek, de hát jóló, ugye? Egyszer élünk. Egy halott szarvas. Szanításért cserébe szereztünk a Moonherbet, meg XP-t. Bemegyünk a barlangba is. Ó, oh, torcs kellene nekünk. Na tessék. Megsérült a kezünk. Tehát kellene torcs. Jó, nem pihenünk le. Megyünk tovább. Oké, okay, ahogy látom, oda kell feljutni. Aha, tehát igazából egyik se túlzottan jó. Jó, hát akkor menjünk először oda. Volt egy hulla közben. Mehetünk. Hadszoljon. Oda már nem megyünk el, srácok. Mert pont nem látjátok miattam, hogy mire gondolok, de most már igen. Mert az nagy kitérő. Látszólag. Három és fél body temperature per hour. Ez amúgy elég jó. De ez valószínűleg akkor, hogyha tent nélkül alszunk. Tehát, hogy kisebb a büntetés a sátor nélküli alvásnál. A fresh air-t választom itt. Most még nincs olyan menő felszerelésünk, nem tudunk olyan sok mindenből választani. Megeszünk annyi. Hát amúgy megeszünk egy csomót, tessék. Amúgy ez HP-t bogyó volt, de simán lehetett volna, mit tudom én, mérgező bogyó is. Azt nézem, hogy itt mutatott valahol. Aha, nézzétek, csak ott aludt lent. Ez nem tudom, mennyire van lent, de...
srácok. Glaciáris, hát ez sok. Aha, aha. Jó, legyen energia. De most legyen lót, aztán mindjárt megyünk oda föl. Húha, most így mindent megmászunk? Hát végül is nekem kell a lót. Jó. Szuper. Ja, és akkor ilyenkor el is tűnik a lót, mert nincsen energiám. Szanítás csökkenés és body temperature csökkenés. Ja, tényleg nincsen sátram. Az szíves, ugye, srácok? Az szíves. Kellemetlen. Ez kellemetlen. Már is jön a probléma. Totál kiment a fejemből, hogy nincsen sátram. Ja, hát de van herbálom, az szerencsére van pocó. Na mégiscsak jó lett volna az a barlang, mi? Tessék. Na, ilyet tudunk csinálni. Ja, ez jó. Hát nincsen energiánk, úgyhogy megint kimaradtunk egy kis lódban. Meginvestigáljuk itt a dolgokat. XP-t kaptunk és vihar van. Jó, és akkor most alszunk. Sokat, nagyon sokat. Jó, kipihentek legyünk. Az helyzet, kezd átfagyni a testünk. Igen, erre még szerintem kéne tenni a Take It Slow-ra. Oxigénnel nagyon jól állunk per pillanat. Shrine Sanity vagy HP Sanity? A Shrine az Sanity-t és HP-t tud helyreállítani. Jönnek a sárkányok játszhatóként a WoW-ba. Wow, komolyan? Az király! Mit nyögdítsen? Na tessék, oxigénpalack. Már csak az lesz a szívás, hogy... hogy átfagy a karakterünk. Gigantikus lábnyomat. Tessék. Skippeltem, ennyi. Mint a Worgen, csak pikkel. Wow, hát amúgy nem is tudom, mikor jött új klassz legutóbb a játékba, de azt hiányolták. Mondjuk, hogy ez nem klassz. Ez faj. De klassz 4 éve jött, nem? Vagy 5? A fene se tudja. Ha, mi legyen? Sanity HP visszatöltés, az jó kérdés. Energia cost csökkentés. Ez jöhet. Ott van még loot is. Ja, hogy dead zone-ba vagyunk? Értem. Én nem tudom, ez most jó trade-nek tűnik? Nem múlt. Legyen. Lefekszünk, alszunk sokat. Töltünk egy kis body temperature-t, aztán megtöltjük kávéval is magunkat.
Jó, most jöhet ez. Tessék. Jöhet a loot. Na, tessék. Itt a sátor. A szemét sátor. Megjolóztuk. Azért durván. Tessék, szanítás, növelés. Mindfulness. Body temperature-t kapunk a usable itemnél. Hát oda nem tudom, hogy hogy fogunk menni, de megnyomom, srácok. Ügy! Oké, mehetünk tovább. Amúgy lehet, ott meg kellett volna állni. Bemegyünk, srácok. Az a helyzet, hogy be kell menni, mert a sátor jó lehet arra, hogy ne fagyjunk meg teljesen, de ez meg kell nekünk. Kicsit alszunk, mert az is body temperature. Tehát, hogy ez kell. Jó, és közben nappal lett. És amúgy oda is lemehetnék, de nem akarok. Ó, itt sok minden van. Examine the crack. Hát, tessék, megsérült a kezünk. Az nagyon messze van, srácok. Oda nem tudok menni. Jó, szerencsére oda föl tudunk menni, és majd le tudunk menni oda. A barlanghoz. Na, még a lábam is kapta. A shrine adhat nekünk meleget, meg energiát is. A meleg az, mert hogy a melegség az most nagyon kellett. Jó, és akkor onnan pedig visszamegyünk. Mondom, visszamegyünk. Na mindegy, akkor nem megyünk vissza. Torcs kellene. Oxigén, body temperature, egy kis XP-r cserébe. Alszunk. De nagyon sokat alszunk. Ez oxigén. Ez mindent tölt. Nagyon sokat. Nagyon-nagyon sok mindent tölt. Na, hogy álltok az ivós játékkal? Akik az alvány szóra isznak. Death Zone. Torches. Szanításért cserép. Tessék! Torch! Nice. Szalóval be lehet amúgy rakni. Valószínűleg, hogyha nálunk van a zsebünkben, akkor az már jó. Csak oda fel kell mászni. Elvileg ez nem bonyolult. Pókok. Egy kis szanítás. Hiking staffot szereztünk, srácok. Meg level up. Friss levegő. Ha az oxigénünk 60 fölött van, akkor az idő az nem zabál annyit. Body temperature mozgás közben. Hogy a fenében ne kéne, srácok? Shrine, legyen ez. Legyen forró a testünk, a szanítás most nem érdekel. Na tehát ide hogy jutunk föl? Aha, látom. Akkor megyünk először a kincsre. Aztán pedig megmásszuk.
Oxigénpalack. Oxigénpalack ér ennyi mindent. Tessék. Csak egy kicsit megsérült a kezünk. Na ez mondjuk ennyit nem ért, mert hogy ez már a harmadik oxigénpalackunk, de mondjuk talán lehet vele trédelni. Nem lehet vele trédelni. És nincsen bandage-em. Bandage-em se, hogy tudjak rajta segíteni. De kaptunk tőle egy kesztyűt. Aha. Hát én rányomok, srácok, hogy menjünk oda. Történik ilyenkor. Valami csak történik. Mehet. Forró a testem, lá. Ez valami durva nóta lehet. Szemansz. Stop. Itt lesz a stop. Na. Ezt nem akarom kipróbálni, hogy ott mi lesz, úgyhogy alszunk. Sokat alszunk. Tűha. Megint alszunk majd. Aha, értem. Akkor mindegy, akkor menjünk fel. Vagy innen lehet oda menni? Tűha. Hát, valószínűleg amúgy el kell oda mennünk, tehát hogy az nem is kérdés. Tehát, hogy... Tehát, hogy tudjunk pihenni egy barlangban. Még akkor is, hogyha innen szívás felmenni. Nézzük, nappal van. Nyilván most jövünk ide aludni. Az energia nagyon kell nekünk. Az oxigénből meg hát van. Tessék, fölérek a csúcsra. Na ki ér fel a csúcsra, srácok? Na ki? Hát én. Ó, és fel tudtunk volna jönni itt is. Na itt lesz a túlélő, szerintetek? A tudós ember. És most le kell menni. Bezony. Na zúzzunk szépen lefelé. Mehet. Mehet le. Mondjuk nem látom a pontos utat lefelé, de menjen. A klasszikus mi baj lehet? Szanítás, body temperature, igazából csak energia kell. Itt végig lehetne menni. Na, mindjárt megállunk. Stop! Az már sok is, szerintem. Nem baj. Kritikál, ajjaj! 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 Na hát! Kritikál és státusz, srácok. Az gond. Ez nagy baj. Úgyhogy alszunk egyet. Hát igen, hamarabb meg kellett volna állni. Nem kellett volna ennyit kockáztatni. A sátrunk most már elfogyott. Na, én ott látok valami érdekeset. Melegszik a testünk, nagyon jó. Hát persze, bukjunk még egy kis HP-t. Aztán ott is van lent valami, ott egy barlang. Nagyon jó, nem is tudom melyiket akarom. Mindent akarok. Disztencia sose volt, szemansz.
Jó, látom, hogy barlangba érünk este. Az lesz majd a következő ott. Egy kis energia. Használunk torcsot. És lett flashlightunk. Ja. Végre este tudunk pihenni, és nappal tudunk menni tovább. És szintet is léptünk. Oxigén mozgás közben. Na, tök király. Látjátok, nem fogy az oxigénünk egyáltalán. Hiába vagyunk itt a Death Zone-ba. Most úgy ennék fagyit egyébként, kösz, hogy mondtam. XP. És még HP-t is bukunk. Na, hol a vége? Valahol arra, srácok. Na, álljunk csak meg. Tehát, hogy nem is arra kell menni. Jobb klik, jobb klik, jobb klik. Aha, ott is lehet dumálni. Mindjárt a végére érünk, skacok. Tessék. Most már gyakorlatilag... Nézzél. Kiállítást tudnék szervezni itt az oxigén palackokban. Mehetne? Mit szóltok, skacok? Oxigén palack kiállítás? Pókok? Hát egyértelműen bemegyünk. Egy kis herbál. Lila herbál mindig jó. Van fönt valami érdekesség. Már meg is állhatunk, mert hogy amúgy oda akarok menni. Szanítás, nem is tudom. Hőmér, na, ez, mit tudom én, valami szanítást kérünk. Én rád venném a jegyet is, tudom, ha lehet ilyet kérni. Na, hát HP, 3 HP, energia. Energiát kérek. Jó, most erre. Lehet, hogy már hallottátok, és lehet, hogy már beszéltünk is róla, szemaz, de hogy írtad, hogy palóc, és eszembe jutott, hogy én régebben szerettem a palóclevest, és azért nem tudom, hogy most szeretem-e, mert hogy már 1000 éve ettem, és nem tudom, hogy mit szerethettem rajta. Na hát itt a hőmérsékletet mindenféleképpen bukjuk. Azta, mondtam én. Istog veszi a az oxigénpalac kiállításunkra jegyet. De én melegséget akarok, nem oxigént, tehát most komolyan. 5. oxigénpalac. Never lucky babadüh. Hát egy meleg sapka. Az oxigén amúgy legyen ez, mit szóltok. Az oxigén most nem kell. Palocleves, te szereted, Blaine? Hát egyértelműen tessék. Snow Boots. Na, hát tessék ezt akkor most benyomjuk. Snow Boots. Kavicson kisebb energiakoszt. Ez meg a havon kisebb energiakoszt. De hát itt minden havas. Ja, aj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 
Inkább a cél fele megyünk, srácok. Body temperature, igen. Jó, hát amúgy nem is tudom, mit akarok. Sanity. Jó, menjünk. 48 óráig jó lesz ez. Reach goal. Easy. Új szövetséges.
tessék, újabb missziós jutalmak. Ezt is megcsináltuk. Ezt is megcsináltuk. Jó. Okay. Tehát reset pont, upgrade pont, kapacitás és újabb unlockolt itemek. Kezdjük főleg. Environment knowledge. Event knowledge. Ja, mert hogy ugye az event knowledge az az, amikor mondja a játék, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz a következménye annak, hogyha most éppen erre nyomok. És hát látjátok, most már többet fogunk tudni ezekről az eventekről. Na most az történt, srácok, hogy a karakterek közül hozhatom a tudóst, aminek teljesen más statjai vannak. De hogy miben másabb a tudós az Adventurer-nél, azon kívül, hogy itt a Sanity-t lehet állítgatni, azt én nem tudom. De például azt egyértelműen lehet látni, hogy ha a konzumábilis cuccot nyomunk, akkor Sanity-t állít helyre. Tehát, hogy itt más, ezek a dolgok máshogy működnek. Meg valószínűleg, mivel mindenki kap pontot, mindegyik karakterrel érdemes játszani. Szia, monyóka! Üdv mindenkinek, skacok! Itt a missionöknél láthatjátok, hogy... igen, itt anomália van. Itt is anomália van, okés. Szóval, ja, feloldottunk egy karaktert most per film. Team upgrade, még ilyenek is vannak, az a team knowledge-el jöhet. Energia cost. Jó. Ez tetszik, srácok. Tessék, itt vannak az új feloldott itemek. Annyiban nőtt a kapacitink, hogy ugye 20-szal, tehát most befér mondjuk egy climbing rope, vagy most már tudnám úgy rendezni magam, hogy beférjen egy sátor. Teszem azt. Uh-huh. Jó. Az a helyzet, hogy... Az a helyzet, srácok, látszólag ez egy nagyon rövid játék, de csak azért nagyon rövid játék, mert hogy ugye a nehézség az nekem könnyűre van véve. Ez egy nehéz játék akkor, hogyha a nehézséget felrakjuk nagyon nehézre. Hát akkor még az is lehet, hogy mondhatni a tutorial rész is nehezen fog menni. Én per pillanat nem tudom azt elképzelni, hogy valaki miért játszana ezzel a játékkal iszonyatosan nehéz nehézségen, és nem az alapon. A beginneren azt hiszem, úgy hívják. Mert hogy nagyon a fannyainak kell lenni ennek a hegymászós dolognak. Ez a játék egy túlélős, hegymászós móka, roguelike elemekkel. Szerintem megvan a maga atmoszférája, ez a kis chilles. Tehát, hogy abból a szempontból chilles, hogy ilyen a zene, a hangulat, ilyen egyedüli móka. Hogy mondjam ezt el jól? Na, szóval szerintem ennek is megvan egyébként a szépsége, noha én nem nagyon játszanék ilyenekkel. És megmondom őszintén, kellemesen csalódtam a játékban, mert tök jól el tudtam vele lenni ahhoz képest, hogy rakták össze a trélert. A tréler alapján ez a játék nagyon unalmasnak tűnt, de így a beginner nehézségen egy klasszikus túlélővel van. Egy túlélő játékhoz van szerencsénk. Szerintem az a helyzet Szemansz, hogy a koncepció érdekes, mint játék, de nem hiszem, hogy ez sok embert érdekel. És mivel sajnos nem hiszem, hogy sok embert érdekel, így az se biztos, hogy ehhez hozzá fognak nyúlni. Ha jól emlékszem, pont azt néztük, hogy ez már egy jó ideje nem kapott frissítést. Mindjárt megnézem.
Nem, akkor ezt rosszul néztem. Ez egy tavalyi játék. És kap frissítést? Az itt a kérdés. Na, nézzük hírek. Kapott frissítést. Insure Mount Table 2.0. 2.0, itt a 2.0. Key feature-ök a 2.0-val. Hoppácska, 14-én kapott frissítést a játék. Pont akkor, amikor az Epic-en ingyenes lett. Tehát ez a Basecamp, ez például... Jött ilyen, hogy Basecamp például. Wow. Sokkal jobb tutoriált kapott például. Jobban elő lehet készülni a következő missziókra. Na, ez amúgy tök jó. Mármint, hogy így rákészültek az epikás ingyenes megjelenésére a játéknak. 2.0-as verziójukkal. Ez király. A játék egyébként 20 euró, most a Steamen 10. Úgyhogy ez az egyik játék a kettő közül. A másik az az XCOM, és a, majd ugye az XCOM 2, és jövő héten az Amnesiát, illetve a Riverbondot fogjuk kapni. Úgyhogy ennyit erről, skacok.